Óránként 1200 ilyen tálcába töltik a dohánymagot, ez a tűzeggel együtt kerül be a fólia alá. A gépi úton bevetett tálcákat így helyezik egymás mellé az 50 méteres sátorban. Majd feltöltik vízzel, beadagolják a tápanyagokat, és itt nevelkedik a dohánypalánta 45-50 napig. Időközben nyírják a palántát és védik a betegségektől. Ez a technológia korábban alkalmazott úgynevezett tépett palántákhoz képest egy sokkal bizony biztonságosabb nevelés kiszámíthatóbb, mivel hogy egy tápközeggel kerül, tápkockával kerül ki a növény a szántóföldre, ezért a megeredése sokkal biztosabb és stabilabb lesz, egyenletesebb lesz az indulása, egyenlő esélyekkel indulnak a, a, az életfeltételei odakint, ez a később a dohány termesztés egészére hatással lesz. 1800 tárca fér el ezen a 10-12 hektáros telepen, de más telephelyekkel együtt 3,5 millió palántát ültethetnek majd el. Ilyenkor tavasszal a területeket előkészítik, és ezek az első munkafolyamatok, amiket elvégeznek a dohánytermelők. Április végén kerülnek ki a földekre a palánták. 3450 hektár körül lesz a e teljes dohányterület, ebből egy 750 hektár körüli a bőrli dohány, a többi a virginia dohány. A megyébe ennek a ö, teljes mennyiségnek közel 90%-a kerül ö, bevetésre illetve kiültetésre. A dohánytermesztés már nem kap közvetlen támogatást az uniótól. Csupán az úgynevezett szerkezeti átalakítás segítő támogatást igényelhetik az ágazatban. 2015-től már szinte csak a hazai támogatásokra számíthatnak a dohánytermelők, mondta el a szervezet elnöke. A felvásárlási árak is. Ö, tulajdonképpen emelkedtek azon mód, hogy a meghirdetett alapára kevésbé emelkedtek, de bizonyos mennyiség megtermelését meghaladó esetekben premizálják a felvásárlási árat, és így most már Magyarországon is egy másfél, 1,7 eurót tudunk elérni kilogrammonként a felvásárlási árba. Egyre több termelő biztosítást köt területére, mert tavaly is elverte a jég a dohánytermést a megyében is. A március közepére már teljesen a finisbe értek. A tavaihoz hasonlóan 930 körüli szerződéskötésre számítanak. Tavaly 6343 tonna dohányt termeltek itthon, összesen 3366 hektáron.